Sziasztok! Újabb videóval érkezem, és el kell mondanom, hogy kicsit nehezen jutottam dűlőre annak kapcsán, hogy ez miről is szóljon, de aztán annyira kitört a nyár, és végre érzem, hogy a munkahelyemen is jön a szünet, úgyhogy arra gondoltam, hogy összeállítok magamnak egy kihívást, amit mindenképpen szerettem volna megcsinálni a nyáron, de gondoltam, miért ne öltsem videó formába. Ez egy nyári kihívás lesz, aminek a keretében szeretnék elolvasni 10 olyan könyvet, ami már jó ideje a polcomon csücsül, tehát már megvettem, viszont valamiért eddig nem volt időm, vagy kedvem, vagy valami nem úgy alakult, hogy el is olvassam. Úgyhogy ezeket nagyon szeretném bepótolni a nyáron, főleg azért, mert tényleg olyan könyvek, amiket nagyon szerettem volna olvasni, aztán valamiért mégsem úgy alakult. Na de csapjunk is bele, hogy mik ezek a könyvek. Az első jelölt az Inferno. Ebben az a nagyon érdekes, hogy ennek már egyszer nekiálltam, és angolul. Aztán nem sokára megjelent magyarul, és gondoltam, hogy akkor majd magyarul olvasom el, csak hogy megvettem, és valamiért nem fért bele az időmbe. Ráadásul kifejezetten vicces, hogy azóta jártam Firenzében, úgyhogy újabb ok, amiért nagyon szeretném elolvasni, hogy most már jobban fogom tudni követni, hogy mi merre zajlik. Aztán a másik könyv, ami már ezer éve ül a polcomon, az Elveszett hős, ezt 6 éve szereztem be talán, vagy nem tudom, megjelent, és utána rögtön megvettem, viszont valamiért nem olvastam el annak ellenére, hogy nagyon szerettem a Percy Jackson sorozatot, és utána szépen sorban megvettem a folytatásokat is, de valahogy egyiknél sem alakult úgy, hogy beiktattam az olvasási rendembe, de szeretném ezt nyáron bepótolni, úgyhogy valószínűleg a folytatásokat is olvasni fogom rögtön, de ezt mindenképpen szeretném. Aztán a következő könyvünk, a Kedves Halottak. Erről nagyon-nagyon-nagyon sok jót olvastam külföldön is, itthon is, meg is vettem, aztán mégsem olvastam el, pedig egyébként nem is túlságosan vastag, de most mindenképpen szeretném elolvasni a nyáron. Aztán az Árulás szíve. Szintén megvettem ezt a könyvet, ugye ez már egy folytatás, egy második rész. Ebben az a nagyon vicces, hogy imádtam az első részt, írtam is róla értékelést, majd belinkelem nektek. Imádtam, viszont amikor ez kijött, valamiért nem úgy alakult, hogy rögtön olvasni tudtam, és aztán azóta így csücsül a polcomon, olvasatlanul, és nagyon-nagyon-nagyon bánom, mert imádtam az elsőt. Aztán itt van nekünk egy Gail Forman könyv, kicsit koszos is, úgyhogy nem is hazudtam nektek. Beporosodott. Szóval, hogy az Itt voltam. Imádom Gail Forment, a Csak egy nap fogott meg igazán egyébként, és azóta minden könyvét igyekszem beszerezni. Szerintem meg is van az összes magyarul megjelent. Erre is nagyon kíváncsi voltam, aztán valahogy az olvasásig mégsem jutottam el. Aztán van itt még nekünk a Korona. Ennek az eredeti trilógiáját nagyon-nagyon szerettem, de aztán a negyedik rész, ami pluszban íródott, nagyon nem tetszett, erről írtam is értékelést. Ennek ellenére szeretném befejezni a sorozatot, meg is vettem a könyvet, viszont pont azért, mert annyira idegesített a negyedik rész főszereplője, nem olvastam el még, hanem húztam, de most mindenképpen szeretném. Aztán itt van az Árnyak és jelek, így, hogy ne csillogjon be. Ez ugye Veronica Roth új története a Divergent után. Nagyon kíváncsi vagyok rá, meg is vettem jó hamar, megvan a külön kis sztori is, ami mellé járt, de valahogy az olvasása egy nem jutottam el, pedig egyébként egyszer nekiálltam, és valami két oldal után valamiért félretettem, és utána nem álltam neki újra, de most mindenképp szeretném elolvasni. Aztán itt van nekünk a Nerve, ezt biztos ismeritek, mert készült belőle film, és ebben különösen dühítő, hogy a filmet sem akarom addig megnézni, ameddig nem olvastam a könyvet, úgyhogy nem láttam még a filmet sem. Viszont nagyon szeretném végre elolvasni a könyvet, és akkor végre bűntudat nélkül megnézhetem a filmet is. Utolsó jelöltként itt van nekünk Leiner Laura új könyve. Ez olyan szempontból egy kicsit csalás, hogy annyira nem régi a könyv, viszont most már azért megjelent néhány hónapja. Én pedig beszereztem szinte rögtön, és aztán azóta se olvastam, pedig amúgy szeretem Leiner Laurát, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ez milyen lesz. És akkor utolsó egyben 10. jelöltként, itt van nekünk a Cinder és Ella második része, amit nagyon-nagyon vártam, érdekes módon viszont nem vettem meg rögtön valamiért, aztán szerencsésen lecsaptam rá egy akcióban, de azóta se olvastam, viszont rettenetesen kíváncsi vagyok rá, bár bevallom, annyira szerettem az első részt, megint csak linkelem az értékelést, hogy
rettenetesen félek tőle, hogy milyen lesz a második. Mert hogy ez egy nyilvánvalóan önálló kötetnek szánt történet, és az ilyenek esetében nem mindig szokott jól elsülni a folytatás. Szóval ez lett volna az a 10 könyv, amit mindenképpen szeretnék elolvasni idén-nyáron, azok közül persze, amik már nagyon-nagyon régóta a polcomon ülnek. Igyekszem majd közvetíteni nektek, hogy hogyan állok éppen, és ha gondoljátok, akkor csatlakozzatok ti is, és írjátok meg nekem, hogy mi az a 10 könyv, amit ti szeretnétek elolvasni a polcotokról. Sziasztok!